Debrecen kulturális életében kiemelkedő szerep jut a zenének 1862 óta, azaz éppen 150 éve, hiszen 150 éves a debreceni zeneoktatás. Hamarosan erről beszélgetünk, előtte azonban Debrecen zenei életének egyik kiemelkedő szereplőjét köszöntöm. Szeretettel Varga Magda, Csokonai díjas érdemes művészt, operaénekest, aki sok tehetséges fiatalt indított el a pályán, és aki idén kerekévfordulót is ünnepelt, Isten éltesse sokáig. Művésznő, együtt nézzük itt a felvonulást, ezt a forgatagot. Bevallom, hogy nekem személyesen ez a második ilyen alkalom, hogy itt lehetek a debreceni Virágkarneválon. Ön azonban itt volt annak idén 1966. augusztus 20-án is. Hogyan emlékszik vissza az első karnevárra? Hát az, hogy előbb hallottam a Debrecenbe kéne menni, pulykakakas kéne, erre ébresztették a várost. Akkor gyorsan ugrottam az ágyból és rohantam, akkor még csak mint néző. És akkoriban nem voltak szórakoztató jellegű produkciók, hanem csak kocsik voltak. Hát például elhozták a Erzsébet hídnak a teljes másolatát, 8 méter, hát már úgy értem, hogy részleteiben nem az egész idő, 8 méterre kicsinyítve, és 270 magasú. Hát egész Magyarország nevette, hogy ez hogy fog gondolni. Persze akkori fejjel, akkori szemmel az is nagyon látványos lehet, de ha jól tudom, talán zsűrizett is az egyik Virágkarneválon. Minden kezdett nehézségekkel jár, és problémákkal is tapasztalatra van szükség, de belevágtak, és ez a fontos. Az álmokat valóra váltották. Minden egyes karnevál után levonták a konzekvenciákat mindazokról, amik negatívumok voltak, és azt jövőre nem követjük el. Mindig jött valami, és aztán jöttek a külföldi csoportok is. Hirtelen olyan színes fivált. És összecsiszolódott minden produkció. Szóval, hogy zsűrizett is az egyik Virágkarneválon, az mikor is volt? Én 71-ben voltam először. Homokön Nagy István természet imádó kitűnő rendezővel, Színetár Miklós film, opera rendező, színész, de színház rendező, még opera igazgató is volt ma már, annak társaságában, és a Fővárosi Kertészeti Vállalat igazgatójával. Ön pedig tulajdonképpen, ha mondhatjuk, az egyik védnöke vagy támogatója is a debreceni Virágkarneválnak, hiszen az egyik nemzetközi vendégszereplő csoport az olasz zászlódobálok. Például ön által kerültek ide a Virágkarneválra. Akkor már én a debreceni zeneművészeti főiskola, akkor még főiskola, ma már egyetem tanára voltam, és többek között a ének tanszak vezetőinek, a tanszak vezetőit személyesen nagyon szerettem, ő is engem, mert én nem úgy tanítottam a növendékeit, hogy csoportosan a szólamokat, hanem személy szerint, és nagyszerű hangzásokat hoztak így a szólamok. Versenyre készültünk Pescarába, a Pescara halászok városa, amely lerövidítem, megnyertük a versenyt, és egy nagyszerű nagyasszonya volt Pescarának, egy volt opera, római opera énekesnő, aki bennem a kollégáját üdvözöl, véd is, meg egy úgy más kultúrának a képviselőjét, nemzeti kultúrájára gondolom, megbeszéltük, hogy ezt folytatni kellene. Így történt az, hogy megígértük, hogy eljönnek majd Debrecenbe. És elhívta hozzánk az olasz zászlódobálókat. Hogy egy kicsit önről is essék szó, hiszen öné a főszerep most. Most nagyon örülök, mert Kósa Lajos, ami most megjelent könyvben, 46 év munkájáról voltak éppen, abban a Kósa Lajos nagyon kiemelten sztár produkciónak, idézőjelben a sztárt, mert eléggé devalválódott a sztár szónak a jelentése, tehát ezt kiemelve, hogy egy sztár produkciója volt, a Talján fiúk, igen, úgy jönnek haza, hát mintha haza jönnének ma már, 40 éve jönnek ide. Ön is egy kiemelkedő szereplője, nem véletlen a Virágkarneválnak, minden évben köszönti is önt a város. Viszonylag későn indult a zenei pályája. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre, csak röviden, egészen különleges kapcsolata van a zenéhez. Beszélne erről egy picit? Igen,
Hát az emberi nem, sokan mondják, hogy már kisgyermekkoromban. Igen, én kisgyermekkoromban, édesapám lelkész volt a templom az udvarunkban, a harangozó bácsi, János bácsi volt az első hangképzőmesterem. Jött, akkor még józanul, és mikor meglátott Mandika az asztalra, mert Mandika egy kanári fajta madár, énekel egész nap. Így családom Mandikának, én dédunokám is Mandika. De a Mandikát ráállították az asztalra, és énekeljek. Csapkodtak a csizmaszárát, én is csapkodtam a lába, azt mondtam, hogy kell. És itt kezdődött első fellépésem az udvaromból, hogy azt a tetején. Közben haragoztak be. És közben magával ragadta a közönséget, vagy a környezetét is. Én akárkivel beszélgettem a művésznőről. Mindenki énekelt, egész Magyarország. Születi dalok voltak, keresztelő dalok voltak. Amikor férhez ment valaki, külön ceremóniája volt, meg előrült forgatókönyve volt, hogy mit énekelnek, és aztán a táncok, születi mulatságkor is. Itt boldog Magyarország, hogy mondjam, ha mentél az usztán és festettek egy lakásba, biztos, hogy énekelt ott, aki festette a valakit. Hát éppen ezt emlegetik önnek kapcsolatban, hogy legendás a lelkesítő ereje, az összetartó ilyen ereje, a vitalitása. Ilyen tiszta forrásból merítette, Kodály szerint. Fia Cserhalmi György, unokája, Cserhalmi Sára rendező, ők is a művészetek felé fordultak. Ön inspirálta őket ebben, tudatosan terelgette semmi őket e felé? Semmi. Nem szabad, hogy mondjam. Annak a híve lennék most is, hogy ha az ifjúság politikával kapcsolatban egy kicsit a testnevelést komolyabban kellene venni, én nem melléktantárnak kezelném, hanem főtantárnak, mert hogy épp testben, nem hogy épp, hogy éljenek a fiatalok, hanem épp lélekkel éljenek. Most erre is nagyobb figyelmet fordítanak majd. Épp testben tudják talpon tartani és hasznosítani. Művésznő, ahogy ön mondta, kortalan, hiszen aki a művészetekben él, aki énekel, játszik élete végéig, tulajdonképpen gyerek marad. Hát, engedje meg, hogy én ne is áruljam el a korát a nézőknek, pedig kereké forduló, de úgysem hinnék el, mert bámulatosan... De én 90 éves vagyok, bekiabálom, 90! Viszont engedje meg nekem, hogy felköszöntsem. Isten éltesse, egészséget és sok örömet kívánok önnek. Nagyon köszönöm. És mivel mi tudjuk, egy virágkarneválon vagyunk, hogy az orchidea a kedvenc virága. Szeretem. Készültünk egy orchidea csokorral. Engedje meg, hogy ezt átnyújtsam önnek. Köszönöm, nagyon köszönöm. Az imént hallott köszöntéshez természetesen én is csatlakozom. Nagyon sok boldogságot kívánunk.